Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, és most felteszem az első kérdést, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ha neki vannak bizonyos tervei, az más irányba fog fordulni, mert ez a kártya ott fent azt jelenti, hogy itt lesznek olyan dolgok, amire ő nem számított. És itt nem lassan mennek előre az események, hanem valami vagy valaki közeledik hozzád, mégpedig nagyon-nagyon gyorsan. Hogy ez a személy mit akar, ezt nem lehet látni. Azt sem tudjuk, hogy itt kiről van szó, mert ott van ez az állarc, ott van ez a páncél. A másik jelentése ennek a kártyának, hogy ő fog közeledni hozzád, mégpedig nagyon-nagyon gyorsan, viharosan, szinte meggondolatlanul közöl valamit, hiszen itt a levegő eleméről, tehát kommunikációról van szó, és nem gondolja át a dolgokat. És mivel ő maszkot visel, végül is nem tudjuk, hogy mit akar. És van a páncél is, lehet, hogy ezzel akarja kimagyarázni magát, vagy védeni magát. Tehát figyeljetek oda, hogy mit fog közölni a közeljövő napokban. És most megtekintjük az ő érzelmi világát. Ezen a képen látható egy fiatal fiú. Az lehet az ő fia is. De azt is jelentheti, hogy megvan nála ez a fiatalos fellépés, ez a fiatalos kisugárzás. A képeknek szimbolikus jelentése is van. Ez a fiatal fiú észre sem veszi azt, hogy mi van a környezetében, hanem odafigyel erre az arany érmére, amit a kezében tart. De még olyan kicsit bizonytalan, mert meg kell, hogy ismerkedjen ezzel az érmével, ami az értékekre utal. Természetesen pénzügyi dolgokra, tehetségre vagy a munkára is, de ennek az arany érmének van egy másik jelentése is, utal a belső értékekre. Tehát ő most odafigyel arra, hogy ki vagy mi értékes számára, és ezt szeretné birtokába venni, hiszen ott van a kezében. A következő kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled, én is szeretnék valamit mondani. Megvan arra a lehetőségetek, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint, az információkat megtaláljátok ott lent az infoboxban. És most megtekintjük a harmadik kártyát, mit közöl veled. Itt ezen a kártyán látható, hogy közeledik hozzád, mint egy király ezzel a magabiztos fellépéssel. Az, hogy ő hogy érzi magát, azt nem mutatja ki. De láthattuk a második kártyánál, hogy olyan bizonytalan. De ezt te nem fogod észrevenni, mert nála megvan ez a királyi büszke fellépés. A kezében van az arany érem, ami az anyagi dolgokra, a munkájára utalhat, és megvan ez a büszke tartás, elvárja azt, hogy te dicsért őt, de ez az arany érem mutat a belső értékekre is, de ő nem arról beszél, hogy te értékes vagy számára, hanem elvárja azt, hogy te úgy tekints rá, mint egy királyra, becsült, dicsért őt, hogy milyen nagyszerűen végzi a dolgokat, mennyire okos, vagy milyen szép, milyen jó a fellépése, de ezt nem kell beteljesíteni, hanem maradj inkább olyan visszahúzódó, mert kell, hogy megtanulja azt, hogy kimondja azt, amit tervez, amit gondol, vagy milyen érzelmekkel közeledik hozzád.
hiszen te is megérdemled azt, hogy kimondja, amit érez, hogy te értékes vagy számára. És most megtekintjük a középső kártyát, ami gyakran a megoldásra utal. Ezen a képen látható a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz, és erre most szükséged is van, hiszen látható az első képen, hogy nála lesz egy fordulat, valaki közeledik hozzá, de nem tudjuk azt, hogy mit akar ez a személy, és így a négy levelű lóhere közli azt, itt lesz egy szerencsés fordulat, vagy ez lehet egy jó hír számára. A másik jelentése pedig az lehet, hogy ő közeledik így gyorsan, szinte meggondolatlanul hozzád, közöl veled valamit, amit nem gondolt át. Nála megvan most ez a belső feszültség, hiszen az első kép arra utalt, hogy így rohamosan mennek előre az események, szinte meggondolatlanul, vagy nem látja azt át, hogy mások mit akarnak tőle. És a második képen, ahogy ez a fiatal fiú mutatja, inkább olyan szerény és visszahúzódó. Mondhatnám azt is bizonytalan. És nem tudja, hogy hogyan tovább, mit közöljön veled. Nem tudja azt, hogy te hogy viszonyulsz hozzá. De lásd át a dolgokat, és ez a négy levelű lóhere azt jelenti, hogy akkor ebben a helyzetben szerencséd lesz, vagy szerencsétek lesz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!